Hozam című csütörtökönként jelentkező gazdasági magazinunkat látják, köszöntöm Önöket. Mai műsorunkban a koronavírus gazdaságra gyakorolt hatásával foglalkozunk, valamint megmutatjuk, hogy hogyan varnak szájmaszkokat a Dombóvári Szakképző Iskola női szabó tanulói. Tartsanak velünk! Átvállalja a cégek bérköltségeinek egy részét az állam a koronavírus járvány terjedése miatt kialakuló gazdasági válsághelyzetben. Ez is része annak a mentőcsomagnak, amiről kedden közöltek részleteket. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint a program ugyan tartalmaz fontos és nélkülözhetetlen intézkedéseket, ám vannak olyan részei is, amelyek csak kevés cégnek nyújtanak majd valódi segítséget. Hétfőn ismertette a kormány újabb gazdaságvédelmi csomagjának részleteit Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszter. A csomag legnagyobb elemét a munkahelyek megtartását segítő intézkedések teszik ki. Eszerint az állam legfeljebb 3 hónapig átvállalja a cégek bérköltségeinek jelentős részét. Erre akkor jelentkezhetnek a vállalatok, ha csökkentett munkaidőben tudnak csak tovább foglalkoztatni alkalmazottakat. Ekkor az állam a kieső munkaidő után járó bér 70%-át vállalja át. Cserébe a cégeknek a kedvezmény lejárta után 3 hónapig meg kell tartaniuk a munkavállalóikat. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint ez sok céget megmenthet attól, hogy el kelljen küldeniük az alkalmazottaikat. A mentőcsomag kamattámogatott hitelekkel is segíteni a vállalkozásokat. Erre 2500 milliárd forintot szán a kormány. A Kamara Tolna megyei elnöke szerint viszont ott, ahol egyszerűen nem tudnak dolgozni, a hitelfelvétele rizikófaktort jelent, ezért Fischer Sándor szerint ezt a lehetőséget kevés cégvezető választja majd. Úgy érezzük, hogy ez a 70%-os támogatás elsősorban azoknál nagyobb cégeknél tud segíteni, ahol hát a válság gyakorlatilag elbocsátásokat hozott, hiszen számos ágazat egyik napról a másikra leépült. Tehát itt gondolok például a turizmus, vendéglátás, ipar területén jelentős leépítések voltak. A kisebb vállalkozásokat elsősorban a szolgáltatások érintették, és ott is, miután gyakorlatilag a megrendelési állomány megszűnt, már a hónapra embereket kellett elbocsátani, vagy a magát a vállalkozást bezárni. Tehát úgy gondolom, hogy ez a 70%-os bértámogatás ebben az esetben tud segíteni. A gazdaságvédelmi programban a kormány által kiemelten kezelt ágazatok segítése is szerepel. Ez szerint a járvány miatt üresen álló szállodák és éttermek felújítására, valamint korszerűsítésére programot indítanak. Hasonlóan tesznek a fürdőkkel is, ezekre 590 milliárd forint áll rendelkezésre. Fischer Sándor már korábban is arról beszélt, hogy a válság leküzdésének egyik fő motorja az lehet, ha nő az állam által finanszírozott beruházások száma. Benne van az is, hogy addig az átmeneti ideig beruházásokat tudjanak végrehajtani, például a turisztikában a szállodákat, hoteleket és egyéb vendéglátó egységeket fő tudjanak újítani, és ehhez támogatást fog biztosítani az állam. Én úgy gondolom, hogy ez jó lépés, és remélem, hogy ebben tudnak majd a vállalkozók gyakorlatilag előrelépni. A válság közben egyre súlyosabban érinti Tolna megyét is. Fischer Sándor azt mondja, már több gyár is nehezen tudja csak foglalkoztatni a náluk dolgozókat. Konkrét leállások is vannak, illetve gyakorlatilag a vállalkozók egy része befejezte a tevékenységét áprilisra, azaz bezártak az üzletek, bezártak a vendéglátóegységek, és bezártak a kisebb vállalatuk is a termelés területén. A szolgáltatás területén nagy arányú megszűnések vannak, és megpróbálják kibekelni ezt a nehéz időszakot. Azt mindenképpen próbáljuk hangsúlyozni, hogy lehetőleg ne bocsássák el az alkalmazottakat, hiszen ha a válság véget ér, akkor nehéz lesz megtalálni ezeket az alkalmazottakat. Ilyen már volt 2008-ban, ne esünk újból ebben a hibába. És ebből a szempontból nagyon jónak tartjuk, hogy bértámogatást is van ebben a programban,
amely gyakorlatilag ezt talán sikerül áthidalni. A gazdasági csomagban szakemberek átképzése is szerepel távoktatásban. A Kamara Tolna megyei elnöke szerint viszont ezzel lehetnek gondok, mert a munkájukat elveszítők között rengetegen lesznek, akik egyszerűen nem rendelkeznek az átképzés megkezdéséhez szükséges érettségi bizonyítvánnyal. Bajban van a vendéglátóipar, a koronavírus járvány miatt zárva tartanak az éttermek és a szállodák. Ez hosszabb távon elbocsátásokhoz vezet majd, ami növekvő munkanélküliséget eredményezhet. Az érintettek szerint ez állami segítség nélkül nem kezelhető. Egyre csomagolt ételek sorakoznak ebben a konyhában. Naponta 300 adag ebéd készül, pedig az étterem kapacitása ennek a többszörösére is alkalmas volna. A koronavírus járvány miatt bezárt éttermek és más vendéglátóegységek a túlélésért küzdenek. A turisztika is, meg a vendéglátás, ugye a vendéglátás egy tág fogalom, ugye sok minden tartozik bele, de mindenki azt gondolom, akivel én beszéltem és tárgyaltam, mindenki ugyanazzal a problémával küzd. Jelen pillanatban az embereknek a megtartásával, ami egy nagyon nagy gond, ugye fizetést fizetni kell, bevétel nincsen, a rezsiköltséget azon annyi, és sajnos nem tudunk mit tenni, muszáj valami megoldást keresni, az nem megoldás, hogy munkanélkülire küldjük az embereket, mert jövő héten nem biztos, hogy már visszajönnek, amikor vége a vírusnak, vagy azt mondják, hogy feloldják ezt a karantént. Sajnos azt kellett mondanom, hogy mindjárt az elején ugye nyugdíjast én is foglalkoztattam, azt azonnali hatályán elküldtem, de el kellett küldenem embert, hiszen én főzök naponta egy bizonyos létszámra, de nincs rá, tehát nem tudom fenntartani az embereket. Most még egy hónapig igen, de utána nem tudom, mi lesz. A bezárás nem csak az éttermek dolgozóit sújtja, hiszen a beszállítóktól a mosodákig nagyon széles a spektrum a közleműködőkben. A vendéglátás, hogy mit tud megoldani? Hát én azt gondolom, hogy meg lehet nézni, mert minden egyes étterem bezárt, szexáron nem tudsz elmenni meginni egy kávét, nem tudsz ebédelni, nem tudsz étkezni. Ez természetesen ennek, amit a kormány mondott, hogy mindenki maradjon otthon, csak valahogy úgy érzem, hogy nem viharkár van, nem jégkár van, nem vízkár van, ami a mezőgazdaságban is szokott lenni, és ugye oda nagyon sok, én azt gondolom, nagyon sok állami támogatás megy. Most a vendéglátósok vannak ebbe a helyzetbe, és én azt gondolom, hogy kell egy kis támogatás most a vendéglátósoknak. Attól függetlenül, hogy a kormány hoz olyan döntéseket, ami pozitív, tehát hogy a járulékok elhagyása, a hitelek elhagyása, de most az emberek megtartása nagyon fontos. Az külön nehézség, hogy a kiszállítás csak meghatározott élelmiszerhigiéniai előírások között lehetséges. Hámori Róbert azt mondja, akik rendszeresen foglalkoznak ételkiszállítással, megteremtették ennek hátterét is. Aki berendezkedett melegétkeztetésre és figyelt arra, hogy mindig fejlődjön, és a konyhái olyan szinten legyenek, hogy most jelen pillanatban nincsen belőle probléma, azoknak nem lesz gondja. Mindenki tisztán és pedánsan tartja a konyháját, de erre megvannak az alapok. Tehát mindenki, tehát most mondhatnám akármelyik szállodát, akármelyik éttermet, aki erre berendezkedett, azzal nincsen gond. A koronavírus járvány körüli intézkedések egyik legnagyobb vesztese kétségtelenül a turizmus és a vendéglátás. A szakértők azt mondják, ha elkezdődik a dolgozók elbocsátása, ők külföldön fognak munkát keresni, és akkor a munkaerőhiányos állapot a járvány feloldása után kezelhetetlen helyzetet eredményezhet. A tömeges megbetegedések elkerülése, valamint a koronavírus járvány lassítása érdekében több szakképzési centrum intézménye csatlakozott a szájmaszkok gyártási folyamatához. Így a Szekszárdi Szakképzési Centrum Dombóvári Eszterházi Miklós Szakképző Iskolájának és kollégiumának női Szabó tanulói is. A diákok eddig már 700-nál is több maszkot készítettek el. Ipari gépen varnak szájmaszkokat a diákok. Nemrég tanulták meg lépésről lépésre a Szekszárdi Szakképzési Centrum Dombóvári Eszterházi Miklós Szakképző Iskolájának és kollégiumának női Szabó tanulói, hogyan kell legyártani egy szájmaszkot. Ezeket elsősorban otthon vagy kis csoportokban az elővigyázatossági intézkedések betartásával gyártják. Haraszti Renáta két kisgyerek mellett otthonában már több mint 70 darabot készítette el. Azt mondja, a gyakorlati tudás elsajátítása mellett jó érzés számára, hogy másokért tud tenni, hasznos tagja a társadalomnak.
Én mindenképpen szerettem volna megtanulni szakszerűen varni. Van két kislányom, nekik szoktam otthon varrogatni, de azért az nem ugyanaz. Meg ha meglátok egy szabás mintát, akkor pánikbe esek, mert nem tudom, hogy hogy kell használni. Csak úgy tudtam, hogy ha lerakok egy meglévő ruhát, azt körberajzolom, és azt szerint varrok. Szóval én emiatt szerettem volna mindenképpen, illetve szeretnék majd a későbbiekben ebben foglalkozni. Meg hát nem mindegy, hogy amit otthon megvarrunk, nem tudom, 2-3-4 hét alatt, azt megtanuljuk, és meg fogjuk tudni varni egy óra alatt is akár. Szóval én emiatt szerettem volna mindenképpen. Hát most a vírus, ez most nagyon fölülírta a dolgokat. Mi februárba kezdtünk, ha jól emlékszem, ugye egy ilyen keresztfél éves képzésbe. Körülbelül lement, ha 4 hét vagy 5, és akkor jött a vírus, jött az, hogy akkor távoktatásba. Így nem könnyű. Ugye nekünk ami nagy gondot okoz, hogy otthon háztartási gépek vannak, az iskolában ipari gépek vannak, nem ugyanaz a kettő. Ami jó benne, hogy van egy Facebookos csoportunk, 2 tanárnőnk van, ugye egy elméleti, illetve egy gyakorlati, mind a kettő rakja föl nekünk az anyagokat, tudunk velük Facebookon egyeztetni, ha valamit nem értünk, fel tudjuk őket hívni, meg tudják mutatni, akár ugye találkozni is tudunk velük, szóval ilyen szempontból azért nagy előnyünk van. De jó lenne már visszamenni az iskolába. Hát nagyon-nagyon örülnek neki, azt tudom. Ez nálunk úgy működik, hogy mi behozzuk a gyakorlati oktatónknak, a Katinak, és ő ossza ki azoknak, akiknek szükségük van rá. Azt tudom, hogy ment már a kórházba, ment más ilyen szociális intézményekbe, meg legfőképp mindjárt az egészségügybe próbálja tovább juttatni, ott van rá a legnagyobb szükség. Elvileg most már, ha jól tudom, akkor lassan befejezzük a maszkok gyártását, és akkor vissza tudunk zökkenni a saját tananyagunkba, ott majd most drapériát, illetve egyéb lakástextilt fogunk gyakorolni. Ilyenkor, ha van egy feladat, akkor igyekszek, hogy minél előbb legyek túl rajta, legyen megoldva, és akkor utána majd tudok mással is foglalkozni. Először amit kaptunk, ott a gumik és az anyagnak az egyik fele már méretre is volt vágva, tehát nekünk a másik felét kellett megcsinálni. Ugye rávartuk két oldalra a gumit, összevartuk, kifordítottuk, szépen megvasaltuk. Én nekem úgy sikerült, hogy a hajtásokat is előbb megvasaltam, és utána vartam össze. A többieknek ment a szembiztosított üvel, de nekem nem. Végül is itt szakmailag is sokkal jobban megtanuljuk a dolgokat. Ugye otthon én YouTube videó, vagy innen-onnan nézegetem, az nem mindig jó, nem mindig olyan szép, de otthonra nekünk és a családnak jó. Tehát itt megtanuljuk szakmailag is ezeket, hogy az, hogy mi hogy áll össze, hogy a folyamatok hogy jönnek egymás után, mert tehát minden szakmának ennek is megvannak a trükkjei, és az nem mindegy, hogy mondjuk, hogyha én varrok valamit, akkor otthon megcsinálom egy óra alatt, vagy itt megtanulom azt, hogy 10 perc alatt látom, hogy mit hogy készül, és összerakom. Valakit ezzel meg tudunk védeni, vagy segíteni tudunk neki, akkor ez természetes, hogy megtesszük, mert úgymond akkor nekünk csak annyi van, hogy meg kell varnunk. Az 5 tanuló munkáját egy óraadói állásban foglalkoztatott varrónő, valamint az iskola könnyű ipari mérnöki végzettségével rendelkező egyik tanára segít és koordinálja. A diákok szinte megállás nélkül dolgoznak, csak akkor van fennakadás, ha elfogy a szájmaszkokhoz szükséges gumi, ami most szintén kezd hiánycikk lenni. Azonban a dombóvári Eszterházi iskola nemrég kapott egy nagyobb nadrággumi felajánlást, így jelenleg semmi sem akadályozza a szájmaszkok készítését. Hogy én nekem az a személyes véleményem, hogy igenis hordjon mindenki maszkot, mert soha nem lehet tudni, hogy ki fertőzött és ki nem. Főleg ugye, hogy mondják, hogy azért több hét a lappangási idő. Tehát jobb, hogyha mindenkin van maszk, saját magunk és mindenki más védelme érdekében. A főnökeim felajánlották, hogy ha én ezt csinálom továbbra is, akkor ez legyen az otthoni úgymond home office munkám, hogy én ezt gyártsam, gyűjtsem be a felajánlásokat, hogy ugyanúgy csináljuk, ahogy eddig, koordináljam, hogy kik azok, akik segítenek, és akkor a megfelelő helyre juttassuk el ezeket a szájmaszkokat. Vezetünk füzetet, jelentjük az iskola felé, hogy melyik napon mennyit kinek szállítottunk át, ki az, aki átveszi. Van egy kapcsolattartónk, aki ezt digitálisan is, tehát fotót készít róla, és mindenképpen ingyenesen, tehát mindenféle anyagi vonzat nélkül. Vannak felajánlások, nagyon sokan, tehát nem is gondolná az ember, hogy mennyien megmozdulnak, akik nem tudnak varni, felajánlják azokat a lepedőket, ágynemüket, amiket nem használnak. Van olyan, aki még fel is szabja, megkérdezi a méretet, és úgy hozza, vagy küldi el. A diákok pedig úgy szintén mindenképpen, tehát nekik gyakorlatot is kell csinálni, és valahol ez az átmeneti időszakban egy segítség.
hogy valamivel le van fedve a gyakorlati idejük, tehát ők nagyon-nagyon sokat gyártottak. Voltak olyan helyek, ahol egy az egyben az ő munkájuk volt. Per pillanat olyan 700 darabnál tartunk, de már a szünet utáni időre, tehát nem tudja, a húsvéti meg a szünet utáni időkre is megvan ez a napi, most már úgymond rutinszerű darabszámunk, tehát le vagyunk már terhelve, tehát már a szünet után is másfél hétig megvan, hogy hova kell gyártanunk. Különböző szociális intézményeknek fogynak az anyagok. A gyerekek nagyon sokat tudnak készíteni, gyerekek, végül is felnőtt emberek, akiknek ugyanúgy ott van a családjuk, ugyanúgy ott vannak a gyerekek, akiket segíteniük kell a tanulásban délelőtt, ott a háztartás, és hát nem egész nap dolgoznak, de nagyon szépen hozzák a napi mennyiséget. Tehát egy ilyen 30-50 darabot naponta össze tudunk gyűjteni mindannyian. Nem mindegy, hogy milyen anyag van beledolgozva, 100%-os pamut textíliának kell lennie, mert hogy ugye mosható kell, hogy legyen 60 fokon, és vasalható, tehát 60 fok fölött is, hogy vasalható is legyen. Na most a varrógépek ezt a többszörös anyagvastagságot elég nehezen bírják, és ugye mindenki a saját gépével var otthon, ami ugye hobbi szint, és nem ipari géppel. Úgyhogy kellett más technológiát is kitalálnunk, úgyhogy itt most ilyen térbeli maszkokat is kezdtünk úgy próbálgatni, mert hogy az ilyen hajtogatott az valahogy, ahogy az ember az levegőt veszi benne, valahogy ugye vákum keletkezik, és rátapad az orrára, tehát ez hosszú távon nem a legjobb dolog. Hogy a maszkoknak és a különféle ilyen védőfelszereléseknek az elkészítését elkezdtük, annak fő alapja az is, hogy az intézményünk alapelve ez a segítsünk, ahol tudunk, a tanulóinknak az összetétele ez eleve minden nap minket erre kötelez is. A varrónőinknek, akik viszont meg kell mondjam, nagyon örültek is neki, mert ezáltal ők bizonyos fokig azért a gyakorlatot teljesíteni tudják. Elsősorban az egészségügyiben a kórház belgyógyászatára, a mosdósi szanatóriumnak, valamint a Dombavárvároshoz tartozó településekhez juttattunk ki. Nekem ehhez most biztos, hogy kellene egy puska, hogy el is tudjam sorolni, hogy hova került még ez a rengeteg maszk. Én akkor így mondom, hogy jó helyre. Minden esetben indokolt, nagyon jó helyre kerültek ezek a maszkok, és természetesen ez még itt nincs vége. Azt gondolom, hogy példaértékű ez a kezdeményezés, aminek tanulni lehetünk Dombaváron, illetve mondhatnám, hogy Tolna megyébe, hiszen ez egy megyei szintű kezdeményezés, aminek Dombaváron a hely miadott a helyszínt. Nyilván azt gondolom, hogy a 50 darab maszkot, amit a héten kaptunk tőlük ajándékba, és itt készült az ő tanvarodájukba, azt egy higiéniai csomag keretei közt szétosztottuk a dombavári puszták lakói között. Nyilván azt gondolom, hogy ennél sokkal több maszkra lenne szükség, és a sebészeti maszkok beszerzése is még ma is napi problémát okoz, de megpróbálunk megküzdeni feladattal, és minden olyan személy, aki bármilyen ellátásban részt vesz az önkormányzat alkalmazásában, ők minden nap kapnak új maszkot, kapnak új kesztyűt, és megkapják a kézfertőszert is. Több iskolában zajlik még az előkészítés és az alapanyagok beszerzése is. Az elsődleges cél a helyi, valamint a települési igények kiszolgálása, az adott város vagy térség kórházainak, szociális intézményeinek, idős otthonainak az ellátása. A mezőgazdaságban kezdetét vette az egységes kérelmek benyújtási időszaka. Ez az a támogatási forma, ami a legtöbb gazdát érint. A koronavírus terjedésének lassítása, illetve a gazdálkodók, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkatársainak egészségvédelme miatt elsősorban telefonon kereshetik kérdéseikkel az ügyfelek a falu gazdászirodákat. A kérelmek szankciómentes beadási határideje május 15-e. Traktorral szántják és boronálják földjeiket a gazdálkodók. A tavaszi földmunkák megkezdésével az egységes kérelmek beadása is elindult. A kitöltési felület április 6-án nyílt meg. Idén 43 jogcímre lehet támogatást igényelni és bejelentést tenni. Köztük a területalapú, agrárkörnyezetgazdálkodási, állatjóléti jogcímekre is. A kitöltéshez a falu gazdászok segítségét lehet kérni, mondta vendég Edit elnök. Tolna megyében a tavalyi évben több mint 5000 kérelemből 3800-at a falu gazdászok segítségével adtak le a gazdálkodók.
benyújtott kérelmeket június 2-áig lehet adatváltoztatás keretén belül szankciómentesen módosítani. Abban az esetben, hogyha valaki május 15-ig nem nyújtotta be a kérelmét, akkor június 9-ig még ezt megteheti, viszont ekkor már a támogatási összeg munkanaponként 1%-os csökkentésével kell számolnia. Június 9-ét követően benyújtott kérelmeket pedig sajnos érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a Magyar Állam Kincstár. A gazdálkodók számára ugye ez egy rendkívül fontos időszak, mi pedig, mint kamara, minden hozzánk forduló gazdatársnak segítünk a kérelmek benyújtásában. A megyében beadott 5200 kérelemből és 3800-at a falu gazdászok segítségével adtak be tavaly évben a gazdálkodók. A járvány okozta helyzet miatt az idei kérelmi időszak az nagyon-nagyon más lesz, mint az eddigiek. A koronavírus terjedésének lassítása és a gazdálkodó ügyfelek, valamint az Agrárgazdasági Kamara munkatársainak egészségének védelme miatt elsősorban telefonon kereshetik kérdéseikkel az ügyfelek a falugazdász irodákat. Az a célunk, hogy lehetőleg az ügyfél személyes jelenléte nélküli ügyintézéssel legyenek benyújthatók az egységes kérelmek. A falugazdászok tehát az ügyintézés során elsősorban telefonos és e-mailben való kapcsolattartásra fognak törekedni. Amennyiben mégis szükséges lenne a személyes ügyintézést, arra is csak előzetes időpont egyeztetés követően kerülhet sor járványvédelmi okokból, megelőzendő az ügyfelek egymás közötti találkozását és a várakozást a falugazdászirodákban. A személyes ügyintézés alkalmával egy előre kialakított protokoll szerint gondoskodunk a falugazdászirodák biztonságos kialakításáról, a készfertőtlenítők, szájmaszkok használatáról és a kellő távolságok betartásáról. A személyes ügyintézés során több higiéniás előírást is betartanak azért, hogy védjék munkatársaik és ügyfeleik egészségét a falugazdászirodákban. Például plexifalakkal látták el a pultokat a nagyobb biztonság érdekében. A kamara több 10 millió forint értékben vásárolt védőeszközöket. Szeretném felhívni az érintettek figyelmét arra, hogy az egységes kérelem benyújtási időszak alatt a rendelet lehetőséget teremt arra, hogy a mezőgazdasági káresemény, amennyiben az április 1-e után következett be, akkor a kárbejelentés az egységes kérelem szankciómentes benyújtására előírt határidőig, tehát május 15-ig adható be. A kollégáim is fel fogják hívni erre a figyelmet, de én azt gondolom, hogy a gazdálkodók is minden esetben erre figyeljenek és figyeljenek oda. Hozam című gazdasági magazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói Szekszárdi Szakképzési Centrum, a Szakmád a Holnapod, Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara.